nézegetjük, meg útba lesz. Na hát, érkezett újabb két aprósága teszta lelke mindennek konyhájába, ugye, ahol mindent kifőzünk és megpróbáljuk bemutatni, illetve elkezdjük a teszteket. Amit látjátok, a sok gaming cucc az még mindig itt van, a ház már bent van a szobába, viszont egyszerűen úgy érkeznek a dolgok, hogy nem tudom rászállni magam, hogy végre elkezdjem összepakolni a számítógépet, mert például érkezett egy ilyen a tegnapi nap folyamán, meg érkezett egy ilyen a tegnapi nap folyamán. Hát amit látjátok, ezek játékok, az egyik az egy tank, egy RC tank, a másik pedig egy RC katonai gépjármű, hát mondhatnánk azt is, hogy a H1-es Hammer, vagy Humvee, vagy nem tudom, hogy hívták ezt, amelyik a katonai volt, de hogy az a lényeg, hogy ezek érkeztek. Amit illik róluk tudni, az az, hogyha jobban megnézitek, akkor nagyon hasonlít a Legóra, és nem tudom, hogy véletlen-e vagy nem véletlen, az a lényege, hogy ezt például a Hammert, azt 502 darabból kell összepakolni, itt van a szám, 502 darabból. Van neki kettő motorja, az egyik az előre-hátra irányítja, a másik az jobbra-balra forgatja ugye az első kerekeket, és egy távirányító tartozik hozzá. Amit illik még róla tudni, hogy 6 plusz, tehát nagyjából, ha minden jó vagy, akkor én is így játszhatok majd vele, és 2,4 GHz-en működik az RC távirányító, ez valamikor fontos információk, mint például most. Az, hogy miért ezt majd olvassátok az ezben, most nem fogok arról pofázni. Illetve van egy nagyszerű tankunk, amely szintén hasonlóan annyi a különbség, hogy ez csak 453 darabból áll. Egyébként ugyanúgy 6 plusz, tehát talán nekem is menni fog, és ugyanúgy 2,4 GHz-en működik. És hát elvileg ehhez is két motor van, ezt majd megnézem hamarosan. Mondjuk például most nem sokára, hogyha megpróbálom kibondolni, tehát hogyan nyílik ez a cucc. Nyitása, ugye nézzük meg, hogy kicsomagolni. Az biztos, hogy itt oldalt fog nyílni. Itt van egy ilyen kis izé rajta. Persze, hogy nem hoztam magammal semmicskát, csekést. Na mindegy, jövök. A fiunkat kihozzuk, elővezzük a késet, mert ami késet, az nem múlik. Na, egy nyisszantás, egy bontás, kés félre megy. Egy belekukucskálás, hogy melyik az elejé és melyik a háta, ne, hogy kiborítsam az egészet úgy, ahogy van. Ami az is lehet, hogy mindegy. Na, nézzük. Megpróbáljuk így kiemelni belőle. Na, hát a dobozt ilyenkor szoktam ide félre ütni. És akkor jön a lényeg, van neki egy nagyszerű leírása, használati utasítások, meg különböző leírások, ugye, hogy milyen szabályoknak felelnek meg, hogy mit kell róla tudni. És ahogy már mondtam, mint a méltán népszerű kis kocka, itt is kis füzetecskében végigmutatja, hogy hogyan kell összerakni ezt a nagyszerű cuccot. Na figyeljetek, ez érdekes lesz, viszont ami nagyon jó pofa, hasonlóan már mondtam a Legóhoz, hogy méretarányosan ott van a füzetben, hogy mikor melyik alkatrészt kell használnod, mert ugye nagyon sok tengely tartozik hozzá, azt már tudom, mert azt már néztem a külső oldalakon. Na, tehát lesz egy ilyen füzetecskénk, ezt van félrakod. Van egy zacskó ilyen, van egy zacskó ilyen, van egy zacskó ilyen, apró kis műtyörök, ezeknek már nagyon kell vigyázni ezeket a szétfőzőre, és most már, mint láttátok, nem az orromat úrom, hanem a fülemet vakargatom. Tehát ilyen kis apróságok vannak benne, amikre vigyázni kell, nagy szétszedni az ember. Ha jól látom, akkor itt van egy távirányító, ez viszont érdekes, hogy a távirányító csak ennyire picike, majd erre jön egy kis kar, hát figyeljetek, az a bajom ezzel az egésszel, hogy van benne egy motor, meg a másik motor, meg a különböző elektronikák, nagyon jó a kábelek, az USB, a töltő, stb. Igen, és ha jól látom, ez lesz majd a lényeg, kupa itt a sok kis tengely a kerekeknek, meg az összeillesztésekhez, ugye az oldalán, ahogy láttátok, hogy különböző dolgokat kell elrakni, és ha jól látom, akkor ebből lesz majd az nagy látszta. Láthatok már korábban a videót, illetve a tesztet olvashattátok
a kis gyümnú robotról, ahol szintén egyes érekkel köszönt a lánctalpat. Én szerintem ezzel fogom kezdeni az játékot, ahol tartunk. Viszont annyira fölidegesítem itt magam, hogy most már bele kell néznem a Hammerbe is, mert ha már bontunk, akkor bontsunk mindent, úgy ahhoz kell. És akkor teljesen ezt is innen fogom bontani. Hammer ki kell bontani. Mert Hammerbe csomagolták. Nagyon jó. És már ki is ugrott. Azt mondja, egy első ránézésben mondhatnánk azt is, hogy kevesebből áll, de amit tudjuk, azt mégiscsak többen áll, viszont ugye a lánctalpat itt nem kell, ugyanúgy füzet, ugyanúgy kék háttér, vagy nem tudom milyen csúnya típusú háttér, ugyanúgy egy csomó alkatrészből és rajzból áll az egész. Motor, távirányító, kábelek, egy kicsi, még egy kicsi, kerekek, a sok apróság a tengelynek, a külső borítása, az összeölesztése, stb. Na jó van, figyeljetek! Ezt most mindjárt fölrakom a YouTube-ra, meg a Facebook-ra ezt a videót. Ti megmondjátok meg, hogy melyikkel kezdjem, de gyorsan mondjátok meg, mert hogy én ezt legyen kezdeni délután. És hogyha nem válaszoltok nekem azonra, a visszacsomagolása, amit látjátok, egy kicsit nehezebben ment, de megoldottam. Tehát én szeretném a tankkal kezdeni, mert az kevesebb darabból áll, de mondjuk egy olyan másfél-két órán keresztül szavazhattok, mondhatjátok, hogy mi legyen a tuti, jövök majd.